Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják, 2002-ben második alkalommal jelentkezünk ezúttal, pont ma, január 3-án csütörtökön. Köszöntjük a nézőket! Ahogy azt már megszokhatták, legfrissebb híreink mellett néhány témával részletesen is foglalkozunk. Ezek közül az egyik legégetőbb épp a hideg. Ezzel kapcsolatosan teszünk egy kis kitekintést a város és a megye útjainak helyzetéről. A témában vendégeink lesznek a Közútkezelő KHT és a PVVRT szakemberei. A közvélemény és a szakemberek véleményét is megosztja a megemelt összegű minimálbér kérdése. Stúdiónkban a munkaadó és a munkavállalói oldal képviselői is jelen lesznek, hogy kifejtsék véleményüket. Ez a lehetőség persze önök előtt is nyitva áll. Észrevételeikkel hívhatják üzenetrögzítő zöld számunkat, ami a 0680-200-834-es, de az adás ideje alatt az 510-008-as és az 510-009-es telefonszámokon is várjuk hívásaikat. A szokott időben, decemberben, azonban sokak szerint mégis hirtelen állt be a tél idén, és ez nem hozta könnyű helyzetbe se a gyalogosokat, sem az autósokat, sem az utak, járdák járhatóságáért felelő cégeket. A nagyobb utakat gyorsan megtisztították, de a mellékutakon és a város kisebb utcáiban még most sem könnyű a közlekedés. Szinte pillanatok alatt megbénította a decemberi havazás városunkat. Az utak tisztítása a két üzemben tartó, vagyis a Varanya megyei közútkezelő KHT, valamint a Pécsi Város Üzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság feladata volt. A Pécset található úgynevezett számozott utak, mint például a 6-os, az 58-as vagy a 66-os a közútkezelő KHT felügyelete alá tartozik, de ide sorolhatjuk többek között az Abadégeti, a Pellérdi vagy a Keleti elkerülő utat is. Ezeken a szakaszokon átlagosan 4 hókotró dolgozott, és az oldat permetezéssel megfelelő sómennyiség került az útburkolatra, így az könnyebben tisztán tartható volt. Mára szinte minden út járható, egyedül a belváros szűk utcáin domborodik jégpáncél. A PVVRT 10-12 autóval tisztította a város útjait, de a buszmegálló kiszabadítására plusz munkagépeket is bevetettek. A fő mentesítési hálózata a buszközlekedés figyelembe vételével készült, de a hulladékszállító autók által használt szakaszok is előnyt élveztek. Rengeteg gondot okoznak a felfagyott útburkolatok, helyenként 10 cm-es lyukak tátonganak, melyeket folyamatosan próbálnak kijavítani az utak karbantartói. Az imént főleg városi képeket láttunk, de azért kezdjük mégis nagyobb kitekintéssel a megyével. Köszöntöm a stúdióban a Közútkezelő KHT főmérnökét, Árki Sándor urat, üdvözlöm. Jó napot kívánok! Az ünnepek önöknél is munkával teltek. Volt erre elég gép, elég ember, elég anyag? Igen, az ünnepek alatt is dolgoztak a munkatársaim, és azt el tudom mondani, hogy mind gépben, mind anyagban nem szenvedtünk hiányt, és munkában sem. A december 14-e óta tulajdonképpen majdnem azt mondhatom, hogy folyamatosan dolgozunk, akkor kezdődött egy igazi nagy téli havazás, és hát az utómunkálatokat is az elmúlt napokban el tudtuk végezni. Ez azt jelenti, hogy már az útfelület jól járható volt, de szélesíteni kellett a hófalaktól a közútnak a széleit, pontosan azért, hogyha még egy nagyobb havazás bekövetkezik, akkor tudjuk valahova tolni az újan és frissen leesett havat. Milyen technikával történik a hómentesítés, az utak tisztítása? Egyet ugye hallottunk, ez az oldatos megoldás, de van egyéb is azért. Így igaz, tehát úgy nálunk útkategóriák, szolgáltatási szintek szerint van beosztva az úthálózat. Legjobb, legmagasabb szolgáltatást azok az őrjáratos útszakaszon tudjuk nyújtani, ahol olvasztóanyagot szórunk ki, vagy permetezünk ki a burkolatra, és takarítjuk a havat. A rajonos útszakaszok azok az kisebb jelentőségű mellékutak, ahol csak érdesítő anyagot szórunk ki, de itt is csak emelkedőben, ívben és a vasúti átjárók környezetében. És hát van a harmadik, ami durván egy 55 kilométeres úthálózati szakasz, ami fehér védekezésű szakasz, ami azt jelenti, hogy oda csak hókotrásra megyünk, és csak akkor, amikor már a többi úthálózati szakaszt hát megtisztítottuk. Vannak tehát fontossági sorrendek, de kicsit tisztítsunk a képen, hiszen hogyha valaki a megyében olyan helyen lakik, ahol nem teljesen tiszta még az út, az most lehet, hogy megharagszik önökre, pedig az önök nevében is benne van, hogy Baranya megyei állami közútkezelő KHT, tehát a megrendelést az utak tisztítására, hogy mondjam, nem a saját kütfejükből merítik, hogy hol tisztítanak és hol nem. Így van. Az állam rendeli meg tőlünk az úthálózatnak a tisztítását, a téli üzemeltetését, és ehhez meghatározott paramétereket rendelt, amiket nekünk teljesíteni kell.
Egyrészt ugye meghatározta azt, hogy mely útszakaszon kell ezt az őrjáratos védekezést folytatnunk, ami a legdrágább védekezési mód, és meghatározta azt is, hogy melyen lehet alkalmazni ezt a fehér védekezésnek nevezett és idézőjelben mondva nevezett védekezési módot, ahol csak hótakarítás történik. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy a megye úthálózatán azokon a helyeken, amik azok az országos közutak, ahol nagyjából úgy lehetne mondani, hogy buszközlekedés van, ezekre odafigyelünk. Meg kell azt is mondani, hogy nem minden buszközlekedési útvonalat tudunk őrjáratos szakaszba bevonni, vannak itt is rajonos védekezési szakaszok, ahol a buszközlekedésnek hát le kell bonyolódnia. Ezek szerint ezek standardek, tehát évek óta ugyanazok, vagy legalábbis maximum a buszközlekedés befolyásolja őket. Lehet arról mégis tudni valamit, hogy állami szinten ezek szerint mi alapján latolgatnak a tekintetben, hogy melyiket jobban, melyiket kevésbé tisztítják? Ez forgalomnagysághoz, az út forgalomnagyságához van igazítva, tehát konkrét műszaki paramétereket határoztak meg számunkra, ami alapján besorolásba kerültek ezek az úthálózati szakaszok. Mi, meg kell mondjam, nem kevés energiával duplájára emeltük az őrjáratos szakaszoknak a hosszát, amit a társaság a saját eredményéből, az üzleti tevékenységének az eredményéből tud ellátni alapfeladatként, mert ezt államilag egyelőre nem finanszírozzák meg. Ez körülbelül egy 450 kilométer egyébként, amit mi ellátunk őrjáratos védekezési szakaszba, a durván 200-220 kilométer helyett. Tehát túl teljesítették a normát, lehet ezt mondani. Ami ehhez még az is hozzájön, hogy évek óta nem volt ilyen kemény a tél. És a fagy bizony szintén rongálja az útburkolatot. Igen, hát ilyen mérvű és ilyen robbanásszerű burkolat tönkremenetelt még az idősebb kollégáim sem tapasztaltak. Ezek komoly gondot jelentenek most is, de hát azt látjuk, hogy komoly gondot fognak jelenteni, amikor az igazi olvadás időszaka bekövetkezik. Ez körülbelül olyan március közepe és április elejére tehető, mert most még csak a burkolat maga hámlik és kátyusodik, de hát nagy a valószínűség, hogy a földmű teherbírásokkal is gondok lesznek, és akkor el tudom képzelni, hogy akár még súlykorlátozást is be kell vezetnünk egyes útszakaszokon. Mi egyelőre, hogy mondjam, álljuk a sarat, és a kátyúzási munkákat el tudjuk végezni. Ezek jelenleg is folynak, ugye? Folyamatosan végzik a kollégáim. A két ünnep között is talán, aki a hatos úton autózott, azt látta, hogy ahol még egyik nap kátyú volt, ott a másik nap már megszüntettük a kátyút. Különös gonddal figyelnek a kollégáim arra, hogy amíg kicsi a kátyú, addig érdemes, és addig szabad, és addig hatékony beavatkozni, mert addig nagyon kis anyag mennyiséggel tudjuk megállítani a burkolatromlást. Amikor már ez sajnos egy ilyen egy négyzetméter, fél négyzetméternyi felületi vagy netán több, akkor az már jelentős költséggel tudjuk csak elvégezni, ráadásul az még időveszteséget is jelent, mert ugye a többi helyre meg nehezen tudunk akkor már eljutni. Laikusként úgy vélem, hogy a kiszórt só sem kifejezetten használ a burkolatban. Így van. Itt az a kérdés, hogy melyik ujjunkat, akármelyik ujjunkat harapjuk meg, mindegyik fáj. Szóval a téli üzemet és a téli közlekedést fent kell tartani. Ebben a nagy téli időjárásban, ami kemény fagyokkal járt, hát nem volt kedvünkre, vagy nem tett jót a burkolatnak, viszont ekkor is kell közlekedni, ekkor is a városnak élnie kell, és a megyének élnie kell, a szállítóknak szállítani kell. Tehát ez sajnos így van, hogy ilyenkor tavasszal utána pedig következnek a burkolat helyreállítási munkák. Hát mind a két munkálathoz jó erőt kívánok önöknek, tartsanak ki minden autós érdekében, azt hiszem, kívánhatom ezt. Köszönjük szépen. De hogy ne legyen akadémikus ez a beszélgetés az utak állapotáról, most nézzük meg az érintettek véleményét is, azaz lássuk, mit gondolnak az elvégzett munkáról az autóvezetők és a gyalogosan közlekedők. A csúszós utak mindenkit választás elé állítanak. Van, aki otthon hagyja autóját és inkább gyalogosan vág neki, de sokan választják a tömegközlekedési eszközöket, valamint a taxikat is. Híradónk a pécsiek véleményére is kíváncsi volt, ki hogyan vészeli át a fagyos időszakot. A mellékutak azok elég sikosak voltak, tehát én ott láttam inkább. A hatoson meg a főutakon nem volt nagyobb gond, de
Például mi lakunk az Endrezben, ott jégpálya volt. Autóval közlekedett a nagy havazás idején? Természetesen, szinte minden nap használtam az autómat. Hát helyjel közel jók voltak az utak, helyjel közel nem, főleg ott a hegyi utakon voltak problémák. Az emberek azért takarították szépen, tehát nekem nem volt gondom különösebben. Biztos lehetne jobban is csinálni, ez hozzátartozik. Amikor taxival mentem, akkor is a taxisok is mondták, hogy egész éjszaka nem szórták az utakat, és reggel is elég nehezen lehetett menni, mert gyalog jártak az emberek ott, ahol mi lakunk, és az utcán jártak, mert a járdákat sem takarították. Autóval jártam végig. Igazából a havas utak azok az én formám, tehát én imádom a havas utakat. Most ez egy kicsit megnehezítette, hogy az olvadás megindult, és lejegesedett szinte az egész város. A kis mellékutak azok életveszélyesek, tehát ott gyalogosok, autósok, mindenki aztán kezét, lábát törve közlekedik. A főutak azok természetesen azért takarító vannak, tehát ott nincs ilyen probléma. A stúdióban Albert Pál, a PVVRT közterületi osztályvezetője. Szeretettel köszöntöm itt nálunk. Gondolom, munkájuk során önök is találkoznak ilyen vagy ehhez hasonló véleményekkel. Itt mondjuk mind a két pólus megvolt, az elégedett és a kevésbé elégedett is. Nagyjából ez a kép tükrözte az önök által begyűjtött tapasztalatokat? Igen, hogyha a telefonvonalaink forróságát arányba hozhatom, akkor valóban ez így igaz. Itt is elhangzott, de hát mindannyian tapasztalhatjuk, akik a városban lakunk, hogy a kisebb szűkebb utcák ilyenkor nagyon veszélyesek. Ez azért van, mert ezekbe nem is tud behajtani a munkagép. Igen, ez összefüggésben van ezzel, hisz a mentesítéseket a nagy városi felületek miatt nem csak a közútra, hanem sokszor a járda felületeken is gépekkel végezzük, és bizony a belvárosi szűk utcákba ez borzasztó nagy gondot jelent. Ezért mentesítőanyagok előzetes kiszállításával tudunk ezen segíteni, és a lakosság is ebben sok segítséget tud adni, hogyha ezek az anyagok szétszórását, jégolvasztását, csíkosságát ilyen ügyekben tud segíteni. Persze, ha már egyszer megolvad egy nagyobb mennyiségű hó, és utána komoly fagyok jönnek, akkor teljesen mindegy, hogy mit művel az ember vele. Pontosan így van, sőt, hogyha a hó le is van taposva, akkor is nagyon nehéz már a jégtörésekkel és a jégeltávolításával a felületeket tiszta állapotra varázsolni. Bizony 5-8 néhol még 10 centis jégfelület is van, ahol le lett taposva, akár a járdákon vagy a közutakon, tényleg mentesítés úthálózatokon kívüli felületeken a téli jég, ami ugyancsak nagy gondot okoz. Imént Árki úr a közútkezelő KHT részéről elmondotta, hogy különös figyelmet fordítanak azokra az útszakaszokra, ahol autóbuszok, illetve általában tömegközlekedés zajlik. Önök is alkalmaznak ilyen preferenciákat, ugye, sőt, még a Biokommal is van egy szerződés. Hogyne. Nagyon szigorúan az a mi tevékenységünk a város önkormányzatával, a Közlekedési Kommunális Bizottsággal minden tél elején megállapodunk, hogy milyen mentesítési hálózatokat vonunk be a tisztításokban, és ez főleg a tömegközlekedésre érvényes. Ez a mintegy 500 kilométeres úthálózatból 140-150 kilométernyi felületet és útvonalat von maga után. És éppen ezt láthatjuk a képernyőn is, gondolom, hogy a igen, különböző a kiemelt színek... vastag vonalak, a pontozott vonalak és a szaggatott vonalaknak is jelentéseik vannak, ez mind a mentesítési hálózat. A fontossági sorrend látható, a folyamatos vonalak az első rendűek, magyarul azonnal szinte fél órán belüli mentesítés alatt vannak, a szaggatott vonalak a második körül, majd a pontvonalak, azok pedig a harmadik körül, azok egy óra, másfél óra elteltével kerülnek mentesítés alá, és ilyen rajonos rendszerben végzik ezeket a munkagépeink. Az, hogy Pécs közútjai rendkívül kátyusak, az télen-nyáron így van. Ilyenkor a fagy viszont még sokkal rosszabbá teszi a helyzetet. És hát elhangzott néhány olyan vélemény, nem hivatalos vélemény természetesen, hanem a polgároktól olyan megjegyzés, hogy mintha már az eredeti gyártásukkor sem lettek volna tökéletes állapotban ezek az utak, tehát mintha a technológiával lenne baj. Most a kérdés az, hogy természetes az, hogy 8-10 foknál ekkora kátyuk keletkezzenek egy úton? A fagy feszítő hatása az a természetes, és ez a természeti törvény, amit tudomásul kell vennünk, és hogyha a burkolatokban a nedvesség be tud szivárogni a repedéseken, akkor ez a hatás működik. Most ha a burkolatok, ha repetek, akkor már nem tökéletesek. Eredeti gyártásukkor nem szabad, hogy ilyen repedések legyenek rajtuk, a víznek a felületeken le kell vezetődniük, és nem szabad, hogy beszivárogjanak. Pécs útjai nem olyan tökéletesek, és nem mai gyerekek már, hogy ezt a víz átszivárgást és ezt a irtózatos nagy feszítő erőt elviseljék, ezért valóban egy borzasztó gyors kátyusodás indult be az elmúlt 2-3 hétben itt a hatalmas nagy hőingadozás és a megfagyások következményeként. Ez gyakorlatilag ugye azt jelenti, ha még jól emlékszem középiskolai fizikai tanulmányaimra, hogy kb. 10%-ot tágul a H2 térfogata, hogyha a vízből jégi. Hatás ez.
Mit lehet ezzel csinálni, főleg ilyenkor télen, amikor a fagy még mindig tombol? Ez ellen a fagynak és a jégnek képessége ellen nem lehet mit tenni, csak felolvasztani lehet, és hogyha már ez a halmazállapotváltozás megtörtént, akkor a károsodás kisebb. Viszont ha nedvesség van a burkolatokban, ez is már tönkre meneteli folyamatokat indíthat be, hisz ilyen pumpáló hatások, hogy a burkolat alatt nedvesség van, nehogy Isten az alépítmények elnedvesednek, teherbírás vesztéseket és egy gyors repedés, és majd azt követő tönkre menetel következhet be a pályaszerkezetekben. A megyei utakon már kátyúznak. De a városi utakon is lehet látni gépeket. Igen, nem gépekkel, még kézierővel tesszük ezt. Ez egy speciális technológia. Magyar Aszfalt Kft-től vásároltunk ilyen spéci technológiával készült, zsákolt, előre gyártott aszfaltanyagot, ilyen modifikált anyagokkal készítik ezt, és kimondottan nedves és mínusz 10, mínusz 15 fokos hőmérsékletet és tűrő körülményekben szó szerint majdnem betaposásra, tehát egy jó tömörítéssel be lehet ezeket a kátyukat dolgozni ezzel az aszfalttal, és elég tartósan, azért egy pár évet ki kell, hogy bírjanak. Tehát annak ellenére, hogy most télen készültek, ez ahol most dolgoznak, ott nem valószínű, hogy majd a fagy elmúltával, az olvadások végeztével, amikor elkezdődik a munka igazi dandárja, mert gondolom akkor lesz a kátyúzásnak. Igen, az igazi. Tehát ezekre a helyekre már nem kell majd visszatérni. Nem valószínű, de ezek ideiglenes jellegűek, tehát többnyire a baleset veszélyes helyzetekben tudjuk ezt megoldani, mert a teljes város felületén ez most jelenleg nagyon nagy feladatot jelentene. Mit tehet az autós, hogyha rongálódik a járműve, mondjuk egy ilyen kátyú miatt, vagy akár az eltakarított jégpáncél miatt? Ha káresemény következik be a közlekedési állapotok miatt, ezt kezelni szoktuk. Természetesen időben legcélszerűbb ezt azonnal bejelenteni a közútkezelőknek, ugye ezek az alapszabályok. A tényeket kell rögzíteni. A tények rögzítése az általában rendőrségi eljárásokkal jelenik, és ez függ általában a kár mértékétől. Tehát nem mindegy, hogy most egy 10.000 forintos, ne adj Isten, gumiköppen sérülés van, vagy egy komolyabb káresemény, hogy egy jeges útnál koccanás, vagy bármiféle felület ütközések, vagy egy káresemény következik, aminek nagyobb hatása van. Ennek függvényében minden egyes alkalomban egyedileg vizsgáljuk ezeket a kárbejelentéseket. És amennyiben jogosnak találják, akkor önök, akik állják a sarat? Igen, ez hasonló kategóriát jelent, mint hogyha nehogy Isten egy fa dőlne rá egy autóra, és annak a kárát viseljük, vagy pedig a közlekedésben az útállapotok következményeként, de hozzá kell tennem, hogy nagyon körültekintően kell eljárni, és nagyon precízen kell bizonyítani tényszerű adatokkal, hogy valóban azon a helyen körülmények milyen közrejátszása során következett be egy káresemény. Akkor ezt fordítsuk le egészen egyszerűen, az azt jelenti, hogy ha tengelytörő nagy kátyúba futok bele, ami mondjuk megrongálja a felfüggesztést, vagy a fellémet megsérti, akkor az esetleg velem utazót ne engedjem onnan el, ő lesz a tanúm, és hívjam ki a rendőrséget? A rendőrséget célszerű, így van. De meg kell mondanom, és nem a mundér védelme miatt, hogy a közlekedőknek az úgynevezett kárenyhítési kötelezettségük fennáll. Ez azt jelenti, hogy a közlekedés során minden körültekintő figyelmességre ők kötelezettek, tehát a látás, útviszonyok körülményét be kell tartani, ha tényleg olyan kátyút észlelnek, ami ilyen kárt okozhat, célszerűbb lassítani, sávot váltani, kikerülni, bármit tenni, még akkor is, hogyha az útkezelő ezt nem tudta előre jelezni. Ez nem mentesíti őket attól, hogy magyarul nem szabad belehajtani egy kátyúba és azt mondani, hogy most tönkretettem az autómat és kérek egy újat. Ezek általában eléggé szabályzott jogi ügyek, kategóriák, és az alapján kerülnek elbírálás alá. Osztályvezető úrral hamarosan folytatjuk, még pedig egy másik témában. A tavalyi év nagy büszkesége volt a felújított Jókai tér átadása. Szégyenkeznünk idén sem kell miatta, de az valószínű, hogy a mediterrán hangulatú tér burkolatán a tél hagy majd nyomokat. Az idei esztendő telén, ahogy az a szlogenben is áll, legfeljebb a város hangulata lehet mediterrán, az időjárás azonban semmi esetre sem. A Pécset már-már szimbolizáló Jókai tér lehangoló látványa nagy hidegben, a Dalmát burkolókő pedig ádász csatát vív a faggyal. A környező üzletek tulajdonosai állítják, az első hóesés után rögtön utat vágtak a munkagépek a gyalogosok számára, így a hó és a jég nem okozott fennakadást. A szobrok állapota megfelelő, úgy tűnik azokban nem keletkezett kár, a burkolat viszont több helyen sérülést szenvedett. A nagy hidegnek még korán sincs vége, és a felületi morzsolódás lehet, hogy nem áll meg. Azt, hogy a megújult Jókai tér miként vészelte át a telet, a hó elvonulása után lehet majd csak megállapítani. Szóval, ami szó, kicsit gazdátlannak tűnik most a Jókai tér. Ha én lennék a Jókai tér, akkor egy picit magányos lennék, és szomorú amiatt, hogy nagy örömmel köszöntöttek, amikor létrejöttem most, meg mintha nem figyelnének rám annyira. Mintha mindenki csak a legszükségesebbet és a saját portája előtt, ugye ott az üzletek előtt végezné el a munkálatokat.
Igen, ez észlelhető, és meg is lehet érteni ezt az úgynevezett nagyon puhatolódzó megközelítését, hogy a intézmények, kereskedők, ott lakók sem nagyon merik a felületeket tisztán tartani, és az igazság az, hogy mi is kerestük azokat a technológiákat, hogy mi illik ehhez a térhez, pontosan milyen technológiák illeszthetők, ugyanis sót nem szabad alkalmazni, tehát ha egy év alatt tönkre akarjuk tenni a teret, akkor sózzuk, és akkor tényleg ennek olyan maradandó következményei lehetnek, hogy ezt tavasszal fogjuk látni. Itt egész más körülmények vannak, zuzalékkal és sót olvasztó, vagy jeget olvasztó zuzalék alkalmazásával a út tengelyében biztosítunk járható felületeket. Az mi lehet az a zuzalék, hogyha nem só? Ez egy speciálisan, nem akarom reklámozni a céget, de ez ilyen esetben természetes. Tehát valami vegyi anyag, ha olvasztja a jeget? Nem, egy természetes mész anyagú kő, tehát egy mészkő, egy üledékes kőről van szó, melyet speciálisan szárítanak, és a pórusaiban olyan száraz légrét vagy régterületek vannak, ha nedvességet és jeget érnek, akkor ezek automatikusan olvasztják a jeget, és ez a hatás saját magát gyorsítja. Egy ilyen anyagot 5-12-es szemszerkezetben, a kisebb szerkezetben is több tonnányit mi beszereztünk még nyár végén, és ezzel szórjuk be a felületet, de akár a komlón elérhető zuzalékok is erre segítséget jelentenek, vagy a nagy harsányi zuzalék, mert ezzel az zuzalékkal készült. Célszerű azt az anyagot alkalmazni, mint a felületet mészkő tartalmú zuzalék anyagokat. Természetesen ez megérthető, hogy a lakosság ehhez nehezen tud hozzájutni. De tehát lehet, hogy amit mi látunk... Tudtunk volna segíteni, igen. Lehet, hogy amit mi látunk, hogy olyan, mintha meg lenne repedezve a kövezet, az nem is az alapburkolat. Igen, ezt akartam jelezni. Itt körülbelül már 4-5-ször volt beavatkozásunk. Ez sem nagyon célszerű sokszor tenni, mert tavasszal akkor ez a természetes hézagokat ki fogja majd tölteni ez az anyag, de ennek van egy olyan képessége, nem máló, hanem porladó és aprózódó, tehát például azokon a helyeken, ahol vastag égréteg volt és több zuzalék került ki, akkor ez is lehet. De el kell ismerni, hogy a felületen észlelhetők olyan megjelenések, amelyek a tél fagy hatásai, akár a kis kockakövek egy-két melepedései, de ez tényleg tavasszal, amikor látható, akkor lehet felmérni. És ami még nem volt, már mint ilyen burkolat szerkezetünk, akkor a tapasztalataink azok egyértelműek lesznek, hogy milyen módon célszerű egy ilyen komoly, keményebb telet ezzel a burkolattal védeni. Lezárni természetesen nem célszerű, de az első időszakban, hogy ilyen komoly jégbordázat volt, az inkább a tér védelme, védettsége és félelmek miatt történt, inkább a közlekedés nehézségeit viseljük el, mint hogy a téren a burkolatnak az állapotának a romlását kezdjük egy nagyon gyors jegesedés elleni sózással, vagy bármilyen kálciumos, magnéziumos beavatkozással. Jól értettem, hogy ezt a technológiát önök kifejezetten a Jókai tér miatt állították csatarendbe. Igen, erre szereztük be ezt a olvasztó anyagot, és ez az uzalék ez az országon belül több éve már alkalmazható. Ezt általában egészségügyi intézményeknél lépcsőkön szokták alkalmazni, kis felületeken, de ezért is kis 20-25 kilós csomagolású zsákolásban van, és nem nagy tételekben lehet hozzájutni, nem kisebb mennyiségben, és az északi középhegységből ezt leszállítani elég komoly költség, de fel kellett vállalni. Hát bízunk benne, hogy sikeres lesz ez a technológia, végül is egy köztérnek nem egy év az élettartama, úgyhogy mi tavasszal visszatérünk rá, és meglátjuk, hogy sikerült ez a dolog. Köszönöm bízunk szépen, hogy itt voltál. Bízunk benne, én is. Estét kívánok. Ma váltották vissza a karácsony előtt bérbe vehető fenyőket. Januártól módosultak a közterület használat szabályai. A pécsi iskolák többségében ma újra megkezdődött a tanítás. Mindenről és még sok más témáról következnek a hírek részletesen. Két éven belül immár másodszor emelkedett a minimálbér összege. A tavalyi 40 ezer forintra történő emelést idén újabb 25%-os növekedés követte, amely után immár 50 ezer forint a kötelezőleg kisebb bér. A munkavállalók számára örömteli emelkedés jelentős terheket ró a foglalkoztató vállalkozásokra. Mint Székelyhídi Gyula, a Baranya megyei kisosz titkára elmondta, az 50 ezer forintos minimálbérből mindössze 37 ezer forintot kap meg a munkavállaló, míg a munkaadónak több mint 70 ezer forint terhet kell kifizetnie. Az adó és járulékterhek növekedésének kiegyenlítésére ugyan idén a tavainál jóval nagyobb, mint egy 15 milliárd forintos keretösszeget hozott létre a GM, ám ezt a tavalyi hasonló rendszer tapasztalatai szerint csak bizonyos cégek használják majd fel.
További gondot okoz a bérfeszültség növekedése, a kisebb iskolázottságú kezdő munkaerő és a nagy tapasztalattal és komoly felkészültséggel rendelkező dolgozó bére között egyre kisebb a különbség, mivel a minimálbéren kívüli körbérfejlesztési lehetőségei rendkívül behatároltak. Különösen igaz ez a magas élőmunka igényű ágazatokban. További problémát jelent a minimálbér emelés következtében még jobban terjedő fekete munka, mivel az érintettek véleménye szerint sokan papíron csak részmunkaidőben foglalkoztatják majd a dolgozókat, ez pedig a munkaerő számára sem lehet előnyös. Pécs keleti város részének településeit tavaly év eleje óta a Pécsi Vízmű RT látja el ivóvízzel, azelőtt ezt a szolgáltatást a Komlóvíz Kft. Végezte. Az év folyamán többször volt ivóvíz kimaradás több hírdi lakóépületben, legutóbb december 30-án. A szolgáltató lajtoskocsit küldött a helyszínre, míg végül este 10 órakor a hiba elhárult. A helyiek szerint ideje lenne az előregedett vezetékeket kicserélni, hiszen több lakóház érintett a problémában. Várnak, mint ahogy hosszú ideje várják, hogy településük szennyvízcsatorna hálózata is kiépüljön. Január 1-től életbe lépett a közterület használatról szóló 1997. évi 13-as számú önkormányzati rendelet módosítása. A változás szerint a közterületi parkolók is alkalmasak lehetnek rendezvények tartására, ezért ezeket bevonták a parkoláson kívüli hasznosítás körébe. A módosítás szabályozza a hozzájárulás alapján történő közterület használat eseteit. Emellett rendelkezik az úgynevezett kiemelten védett közterületek igénybevételéről, amire a Kulturális Bizottság határozatának birtokában lehet csak használati szerződést kötni. Egyes ünnepek közelettével nő az igény közterületeken történő kereskedésre. Az új szabályozás alapján a jogosultság sorrendjét pályázati eljárásban egyébként sorsolással kell eldönteni. Ingyenessé váltak az önkormányzat, részönkormányzatok, illetve ezek intézményei által lebonyolított kulturális rendezvények. Ezen kívül a közterület foglalásról szóló díjtételek az infláció mértékével arányosan korrigálásra kerültek, emelkedtek január 1-jével. Januártól változnak Pécsett a kábel TV előfizetési tarifák. A város mindkét szolgáltatója emeli szolgáltatási díjait. A belvárosban szolgáltató cég lakossági díjcsomagjának díja 950-ről 1200 forintra változik. Megváltozik a műsorok csatorna kiosztása is. Erről részletes tájékoztatást a napi lapokból nyerhetnek az érdeklődők. A másik szolgáltató ennél nagyobb változtatásokra készül. Az előfizetőknél végzett közvéleménykutatás eredményei alapján új összetételű programcsomagok kialakítására kerül sor. Január 21-től az eddig is tart csomagot minimum, a komfort csomagot alap, az extra csomagot pedig családi csomag néven találják meg az előfizetők. Az előfizetési díjak 340, 2500 és 3600 forint lesznek. A mozi csatorna díja 2750, az aktív csomag pedig 2000 forintba kerül majd. Egyéb változás még, hogy a Magyar Sportcsatorna január 21-től külön előfizetési díj nélkül nézhető a családi csomagban. Visszaváltható karácsonyfa akció, amire tavaly még mindenki felkapta a fejét, mára már szinte természetessé vált. A Zöld Gondolat Lovagrend kezdeményezése ezúttal is sikert aratott, hiszen a felkínált 300 darab fenyőfa mindegyike hamar gazdára talált. Most az ünnepek múltával a visszaváltást tartották, ahol óvodáknak, iskoláknak ajándékozták a csemetéket. Az 1-1,5 méter magas fenyőfákat 2300 forintért lehetett bérbe venni, melyből 1600 forintot visszakapott az, aki a megjelölt időpontban visszaszállította a fát. A bérbeadott növényeket azok az oktatási intézmények kaphatták meg, akik jelezték igényüket és megfelelő helyet tudtak biztosítani a cserjéknek. A nagy sikerre való tekintettel a Zöld Gondolat Lovagrend jövőre is megszervezi a visszaváltható karácsonyfa akciót. Baráti összejövetelt szerveztek szerdán a Pécs Mecsek Szabolcsi részönkormányzat épületében azok részére, akik szerepet vállaltak a 2001. november 23-ai Fókuszban a keleti városrész elnevezésű konferencia, illetve a hozzá kapcsolódó események megszervezésében. A találkozón civil szervezetek képviselői, önkormányzati képviselők, segítők vettek részt. Céljuk a megkezdett út a Pécs keleti városrész fejlődésének, fejlesztésének folytatása.
Első feladatként egy konkrét cselekvési terv elkészítését, valamint a konferencia anyagának könyvformájában való megjelentetését határozták meg. A könyv várhatóan még ebben a fél évben elkészül, a városrész fejlesztése pénzügyi lehetőségek szerint alakul majd. Csütörtökön a pécsi általános és középiskolák nagy részében megkezdődött a téli szünet utáni tanítás. Akadtak azonban olyan oktatási intézmények is, amik csak hétfőn kezdik meg a munkát, de vannak olyanok is, akik a szombati napra tanítást terveztek, ezek másképp osztották be éves tanrendjüket. Mégsem kellett a fiataloknak feleltetéstől, dolgozattól tartaniuk, hisz a szünet utáni napokon az ünnep eseményeiről, élményeiről szólnak az órák. Nem szabad azonban lazítania annak, aki jobb jegyet szeretne, készülnie kell, hisz február elején kapják meg a diákok a félévi bizonyítványt. A tavalyi 12. helyezés után Dárdai Pál távozott az MB2-ben játszó PVSK labdarúgó csapata edzői posztjáról. Az edzőváltáson kívül azonban a tulajdonlás kérdése is változik januártól. Az együttes a kaposvári labdarúgó csapat fiók csapata lett. 30%-os tulajdonos maradt csupán a PVSK, ami mellé szintén magas százalékban csatlakozott egy kaposvári illetőségű befektető, és 10-10%-kal több magánszemély is. A csapat már január 3-án megkezdte a felkészülést, mely az új tulajdonosok véleménye szerint keserves lesz, de megéri a fáradtságot. A csapat végleges összetételéről hétfőn döntenek a vezetők, s ekkor dől el véglegesen az is, hogy kiveszi át a csapat edzői tisztségét. Addig az átmeneti időszakban Lőrinc Sándor foglalkozik a csapattal. Az új vezetés nem titkol célja, idén az MB2-ben a második-harmadik hely, jövőre az MB1 B-be jutás és 3-5 éven belül egy élvonalbeli csapat kialakítása. Idén január 1-től 50 ezer forintra emelkedett a minimálbér összege. Az Európai Uniós csatlakozás előtt mindenképpen örvendetes a kötelező legkisebb bér emelése, ám ami a munkavállalóknak öröm, az nehézséget jelenthet a munkaadóknak, akiknek az intézkedéssel a terheik is növekedtek. Két éven belül immár másodszor emelkedett a minimálbér összege. A tavalyi 40 ezer forintra történő emelést idén újabb 25%-os növekedés követte, amely után immár 50 ezer forint a kötelező legkisebb bér. A munkavállalók számára örömteli emelkedés jelentős terheket ró a foglalkoztató vállalkozásokra. Én három számot szeretnék csak érzékeltetésül mondani. Ugye 50 ezer forint a minimálbér, ebből a dolgozó, az alkalmazott ténylegesen 37 ezer forintot visz haza, míg a munkáltató összességében 72 ezer forintot fizet ki. Tehát gyakorlatilag a minimálbér nettó összege és a munkáltató által kifizetett bruttó között 100% a különbség. Az adó- és járulékterhek növekedésének kiegyenlítésére ugyan idén a tavainál jóval nagyobb, mint egy 15 milliárd forintos keretösszeget hozott létre a GM, ám ezt a tavalyi hasonló rendszer tapasztalatai szerint csak bizonyos cégek használják majd fel. További gondot okoz a bérfeszültség növekedése. A kisebb iskolázottságú kezdő munkaerő és a nagy tapasztalattal és komoly felkészültséggel rendelkező dolgozó bére között egyre kisebb a különbség, mivel a minimálbéren kívüli kör bérfejlesztési lehetőségei rendkívül behatároltak. Különösen igaz ez a magas élő munka igényű ágazatokra, itt például a vendéglátásra, ahol a minimálbér emelés csak egy tényező az ágazat veszteséges működését eredményező okok közt. Egyszerűen nem tudom függetlenni a többi költségtől a minimálbér növekményt, mert ez egy nagyon kicsi része, és én úgy gondolom, hogy igazából nem az, ami megrázza a vendéglátást, hanem a begyűrűző költségek. Minden 100 forintra jutó bevételnél 5 forint 60-62 fillér körüli veszteségünk van. Na most ezen lehet mosolyogni, mert hát azért a vendéglátás működik, de figyelembe kell venni, hogy rengeteg vendéglő van az országban, mindenki küzd a maga módján, különböző alternatív megoldásokat kell kitalálni a vendéglősöknek arra, hogy egyetlen életben maradjanak. Látni kell, hogy az országban igazából belföldi turizmus nincsen, fizetőképes kereslet nem úgy alakul, ahogy kellene. Most bekeményedik egy olyan szakmai verseny, amikor tényleg csak az maradt talpon, aki életképes, és aki tudja, hogy ebből a szakmából hogy lehet megélni, és mindent megtesz a vendégeiért.
Bár a feldolgozóipari cégek zöme is érintett a minimálbér emelésben, vannak olyan vállalkozások, ahol sem a bérstruktúra aránytalansága, sem a külföldi tulajdonos esetleges termelés áthelyezési tervei nem jelentenek problémát. Szerencsére elmondható, hogy cégünket nem olyan nagyon nagy mértékben rázta meg a minimálbér emelése, mivel a dolgozóink jóval a darabbérben dolgoznak, és ezért jóval szerencsére a minimálbér felett keresnek egész évben átlagosan. Ez nem azt jelenti, hogy egy-két dolgozót, akik időbéres, annak a bérét nem kellett megemelnünk. A legnagyobb gondunk végül is nem is a minimálbér emelése, hanem inkább a forintnak az iszonyatos erősödése, ha a múlt évet jellemezte, az vett ki a kasszából jó pár milliót, és ez mind a kis és középvállalkozásokat, aztán egész országosan nagy nehézségeket, nagy gondokat okoztak a cégek felé. Problémás lehet viszont a minimálbér emelés következtében tovább terjedő fekete munka, mivel az érintettek véleménye szerint sokan papíron csak részmunkaidőben foglalkoztatják majd a dolgozókat, ez pedig a munkaerő számára sem lehet előnyös. Az a bizonyos 50 ezer forint nettóban körülbelül 37-38 ezer forintot jelent, mondhatni a munkaerő ára az, ami megemelkedett, tehát változott a munkavállaló pozíciója a munkaerőpiacon. De vajon milyen irányba változott? Erre várok választ vendégeimtől, Medvecki Antaltól és a Paránc Dénes uraktól, akik a munkaügyi tanács képviseletében érkeztek hozzánk, a munkavállalói és a munkaadói oldal ügyvivőiként. A munkavállalók számíthatnak, mire számíthatnak voltak éppen? Jelente majd valós pozícióváltást? Illetve jelentette a tavalyi 40 ezer forintra emelés? Még mindenek előtt ezzel kezdjük talán. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez a kérdés azt hiszem napjainkban mindenkit foglalkoztat, munkavállalót és munkaadót egyaránt. Ami izgalmas kérdés. A 40 ezer forintos minimálbér bevezetésének a durván egy éves tapasztalatait ismerjük. Én erről azért szeretnék itt a műsorban szólni, és mert az 50 ezerről külön beszélünk, mert annak más gazdasági körülmények között. De lesznek nyilván olyan tapasztalatok, amik a kettőben ugyanazok. Mi nagyon örülünk a 50 ezer forintos minimálbérnek. Ez a bér nem sok, főleg az EU-s kitekintésbe vizsgálva. Azonban a probléma az, hogy a minimálbér fölött lévőknél vannak a nagy feszültségek. Tehát egy olyan torlódás jött létre, bértorlódás jött létre, amely hatalmas bérfeszültségeket okoz adott területeken. Szabadjon néhány példát mondani. A versenyszférába. Vannak minden évben olyan területek, ahol meg kell oldani bérfeszültségeket. Erre mindig a éves bérfejlesztés során szoktak sort keríteni. Most a minimálbérre való ráállásnál ez a bérfejlesztés adta lehetőséget, lemeríti ez a minimálbérre való ráállás. Közalkalmazotti területen, ott látom a legkritikusabbnak a helyzetet. A közalkalmazotti tábla, ha úgy tetszik, összeomlott. Ott olyan problémák vannak, hogy például egy kórházi takarítónő keres minimálbére most 50 ezer forintot, és egy nővér 30 év szolgálat után keres 400 forinttal többet. Vagy egy pedagógus, az udvaros keres 50 ezeret, és 62 ezer forintot keres egy diplomás tanár. Tehát ilyen típusú feszültséget hordoz magával. Még visszatérve annyit a közalkalmazottakra, hogy a közalkalmazotti bértábla, ez egy 140 pontos rendszerben működik, amelyből a tavalyi év, amikor 40 ezer forintra álltunk rá, a 30%-a becsúszott a táblának ebbe a sávba. Tehát azt jelenti, hogy a differenciálás megszűnt. Az 50 ezernél már a 40%-a be fog csúszni ebbe a sávba, magyarul az egész tábla értelmét veszti. Ezek szerint tehát jogos az a félelem, amit többen hangoztatnak, hogy összecsúszhatnak a fizetési kategóriák, hiszen csak a kategóriák alsó szintjét emelték meg, a középsőt és a legfelsőt pedig érintetlenül hagyták. De vajon a munkaadók gazdálkodására is kihatással lesz ez az intézkedés? Költője kérdés nyilván. Természetesen jelentős kihatással lesz a kis és középvállalkozóknak a foglalkoztatása, illetve gazdálkodási gondjaira is. Visszatérve ugye a bejátszásban is említették, hogy a 2001-es minimálbéremelésen is túl vagyunk. Ezek hatásai kimerítették a bértartalékokat a gazdálkodó szervezeteknél. Nagyon egyetértek, amit Medvecki úr mondott, hogy összecsúsztak az alsó kategória följemben.
a bérfejlesztés a minimálbérre ment el, a felső kategóriákban egy alacsonyabb bérfejlesztés volt, ami feszültséget okoz. A 2002-es béremeléssel kapcsolatosan, a minimálbéremeléssel kapcsolatosan végig az volt az elképzelésünk nekünk is, és a tárgyalásokon azt az érdekeket képviseltük, hogy egyetértünk mi avval, hogy a minimálbéremelésre szükség van. Egy tisztességes megélhetés kell, hogy biztosítson a dolgozóknak a minimálbér. Az egyesült, tehát az európai csatlakozással való kapcsolatban is az volt a véleményünk, hogy mindenképpen meg kell közelíteni az európai színvonalat, ha jelen pillanatban még 5-8-szoros bér nagyságrendi különbség van, de mindenképpen feljebb kell mennünk, de mindenképpen ez nem mehet a gazdálkodásnak a rovására. Ha a jövedelem termelő képesség nem tudja ezt kompenzálni, akkor igen, nehéz helyzetbe kerülnek a gazdálkodó szervezetek. Amit legtöbbször racionalizálással oldanak meg, ami csak egy szép kifejezés arra, hogy elbocsátanak alkalmazást. Igen, ez is szóba került. Tettünk mi egy olyan javaslatot, hogy ez a 40 ezer forintos nettó minimálbérrel mi is egyetértenek. Csak mi azt szerettük volna javasolni a kormánynak, hogy ezt olyan kompenzálással tegye meg. A 40, ugye az Európai Unióhoz csatlakozással a minimálbért nézik, és arra tettek ajánlásokat. Ha a 40 ezer forint nettó bérrel, ami szintén a munkavállalóknak is megfelelne, a kormány átvállalná a személyi jövedelemadó részét, és a TB társadalombiztosítás munkahelyen járulékot, akkor ez egy lehetőséget adna arra, hogy a 40 ezer forintot ők megkapják, és tulajdonképpen a gazdálkodást nem veszélyezteti. Már még egy mondattal, tudjuk már, hogy 2%-kal csökkentették a TB járulék hozzá, ez nem kompenzálja. Lényegesen nagyobb értékű hozzájárulások kellene a gazdálkodáshoz, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni. Szeretnék ehhez még szorosan kapcsolódni. A tavalyi tapasztalatokhoz feltétlenül meg kell említeni, hogy hogy reagálta le azért a piac ezeket a kérdéseket. Hát azért részmunkaidős átalakítások, azért volt elbocsájtás is, ha tagadjuk, hanem nyilván átfogó országos vizsgálatok nincsenek, szórópróbaszerű vizsgálatokat végzett a munkahelyi felügyelőség, de ezek szórópróbaszerűek. Aztán nagyon sok erről soha nem beszélünk. Kényszervállalkozót szült. Igen, a szónak abban az értelmében, hogy nem akar ő meggazdagodni, csak a munkaadója arra kényszeríti, hogy váltsa ki a vállalkozó igazolványt, és számlázza le a kvázi fizetését. Pontosan. Ezek mind olyan feszültségek, amik azért kísérték ezt a dolgot. Azért meg kell mondani keményen, itt előkelő idegenként jelenik meg a kormány, az állam. Hát kérem szépen, szó nincs erről. A főnyertes az egész dologban ő. Azért legyünk tisztában azzal, hogy a munkavállalónak a bére, ami a bruttó amennyivel emelkedik, a nettó nem annyival emelkedik. Hogy egy példát mondjak, a tavalyi évben a bérének a 77%-a maradt a munkavállalónál. Az idén az 50-nél már csak 75. Hát kérem, a 2% is a kormány, az állam zsebébe köt ki. Tehát itt a főnyertes az állam, vagy egy kisvállalkozói példát. Van egy családi konkrét a példám, pécsi. Egy család, négy tagú vállalkozói család. Eddig befizette van egy jövedelme a családnak, egy bevétele. Ebből fizették az akkori minimálbért, és a jövedelmük annyi volt, amennyi a családnak. Most kérem szépen a 40 ezer forintot be kell neki fizetni, a bevétele változatlan persze, összességében az állam jobban járt, a szerencsétlen vállalkozó család meg mínuszra zárta az évet. Ilyen a helyzet. Tehát az előkelő idegen állam azért jóval több intézkedést tehetett volna járulék és adóügyekben, és akkor abban a pillanatban a munkavállalók, munkaadók nem így ülnének itt, vagy a munkaadók nem ilyen helyzetbe kezelnék az ügyeket, kondícióba kerülnének, és nem csak drukkolni kell kívülről, hogy gyerekek, fiúk, adjatok pénzt a ti zsebetekből, én majd tapsolok. Mindazonáltal az igazi terheket, tehát a megemelkedett adó és járulék terheknek az ellenpontját azért mégis a munkaadók veszik a vállukra ebben az esetben. Igen, szeretném példaként elmondani, hogy végeztünk egy 320 cégnél egy reprezentatív felmérést, amit úgy választott, hogy budapesti minden vidéki területről legyen benne, minden ipari ágazatból, legyen benne kisvállalat, nagyvállalat, BT szövetkezet, tehát ami reprezentálja az ipari szövetséget, illetve a kis- és középvállalkozókat.
körülbelül ezen a bér, 1 milliárd bérnél a terheket rátéve körülbelül 1,5 milliárd forintnyi többletterhet okoz ez. Ha ezt kivetítjük csak az Iparszövetség vállalataira, ez már 3,5-4 milliárd költség többletet jelent. Végeztünk a kis- és középvállalkozókkal közösen is egy felmérést, amit az előbb említettem, a javaslat, az kb. 60 milliárd forintnyi többletterhet jelentene nekünk ez. Most ezzel szemben a 2001-es évben voltak pályázatok, ez elég úgy lett kiírva, hogy körülbelül 60-70 cég Baranya megyében jelentkezett erre a pályázatra, és kb. 8 millió forint támogatást kapott. A kormányzat látta, hogy ez nagyon kevés és nagyon megszigorított volt ez. Erre tulajdonképpen decemberben még egy pályázati elbírálás volt. 275 pályázatra kapott a megye még 85 millió forint támogatást. Na most, ha megnézzük ezt a 15 milliárdot, amit a bejátszásban is elhangzott, akkor az igényeinken szemben ez még mindig nagyon kevés, tehát jelentős támogatás nélkül a gazdálkodó szervezetek 30-40%-a, van, aki még 50%-ét is mondta, hogy nehéz helyzetbe fog kerülni. Abban tehát összegezhetem az eddig önök által elmondottakat, hogy mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldal ebben a formájában nem tartja szerencsésnek a minimálbér emelést. Persze ez a beszélgetés akkor lenne igazán kerek és minden oldalú, hogyha a kormányzati oldal képviseletében is valaki elmondhatna a véleményét, ezt reményeink szerint meg fogjuk majd tenni. Viszont két más félelem is van még ezzel a dologgal kapcsolatban. Az egyik az, hogy nőhet a munkaerő kiáramlása az országból, hiszen lehet, hogy most nem pestiesen, hanem pécsiesen szólva, most fog elszakadni a cérnája annak az ön által is említett kórházi dolgozónak, aki azt tapasztalja, hogy a 30 éves munkaviszonya után 400 forinttal keres kevesebbet, mint a legkisebb megadható bér. Illetve van az a félelem is, hogy az eddig hozzánk települt multik nem tartják majd olyan csábítónak az országot, miután az egyik vonzereje nyilván az alacsony áru munkaerő volt. Önök hogy látják ezt? Kétségtelen egy ilyen veszély is fönnáll, bár megoszlanak ebbe a vélemények. Én úgy gondolom, hogy az élő munkaerő értékét kell emelni, tehát a bevitt élő munkaerő értékét kell emelni, és abban a pillanatban, ha mi értékesebb munkát adunk el, akkor 5 perc alatt nem lehet elvinni Mongóliába azt a termelést. Tehát nekünk mindent el kell követni, hogy a humán szférába minél több befektetést eszközöljünk, a munkavállalókat minél jobban olyan helyzetbe hozzuk, hogy értékesebb terméket tudjanak előállítani. Ennek következtében nyilván a multinak jobban megéri megfizetni, és ezt nem tudja a vietnámi lányokkal kiváltani. Csaparáccó? Hát én is látok abban veszélyt tulajdonképpen, hogy nagyon sok bérmunka végzés folyik a megyében, tehát a textiliparban, a bőriparban, ezeken a területeken nem fogadják el a béremeléseket a külföldi megbízók. Lépnek már a keleti országok felé, Románia, Ukrajna felé, és ott oda viszik el a termelést. Tehát nagyon nehéz ezeket az áremeléseket, a béremeléseket érvényesíteni az árakban. Ha viszont ez nem megy, akkor a szolgáltatóiparban, tehát azok az iparágak, amelyik a kesztyűgyártással foglalkoznak, bőriparra, textiliparra, ruházati termékeket gyártanak, ezeken a területeken ez a veszély fennáll, hogy tovább lépnek innentől. Igen, hát ez egy furcsa kétoldalú helyzet ez, hiszen egyrészt örülnünk is lehetne annak, hogy végre egyes multik nem tekintik gyarmatként Magyarországot. Ugyanakkor a másik oldalon pedig ott áll az a tény, hogy nagyon sokaknak az a nagyon kevés fizetés is, ugye a létfenntartásához volt szükséges. Uraim, én nagyon szépen köszönöm, hogy hadd fogalmazok úgy, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést, és folytassuk majd mindenképpen. Mert talán a 2002-ről egy pár szót szabadjon még szólni. Parancsolj. Most ugye 20%-kal emeljük a minimálbért a 40-höz képest az 50. Ez a nagy talány ebben az évben, hogy ezt hogy fogják elviselni a munkaadók, mert ez 20% emelés. És megint élesen elő fog jönni az, hogy a kormánynak a intézkedései, ha ezt hozzásegítenék, akkor ez nem merülne föl ilyetén ez a probléma. Én nagyon fontosnak tartanám, ha kiírásra kerülne egy pályázat, amivel a kritikus helyzetben lévő cégek pénzhez, forráshoz juthatnának,
Tavaly is volt egy hasonló konstrukció, az idén még erről nincs szó, de feltétlenül szükségesnek tartom. Azonban a tavalyhoz képest hozzáférhető módon, mert tavaly kérem szépen olyan einsteini számításokat kellett elvégezni ahhoz a vállalkozónak, hogy helyzetbe hozza magát és meg tudjon egy ilyen pályázatot értelmesen fogalmazni. Én úgy gondolom, hogy most ezt le kellene egyszerűsíteni, hozzáférhetővé kellene tenni, sőt, még azt is mondom, hogy az egyszemélyes vállalkozó számára is lehetővé kellene tenni a forráshoz való hozzájutást. Ezzel talán tudnánk ennek a dolognak az élét egy kicsit simítani, és talán, ami egyébként nagyon, még egyszer nagyon üdvözöljük mi ezt az 50 ezer fontos minimális, hanem a következményeit kellene tudni kezelni, nem tudjuk az állam nélkül ezt kezelni, ezt tudomásul kell venni mindenkinek. És hát bízunk abban mindannyian, hogy nem csak a minibár bérek, hanem majd a centrál, illetve a központi kategóriás bérek is emelkednek. Uraim, köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Ennyi volt a Pécs TV hírmagazinja, pont ma, január 3-án csütörtökön. Telefonszámaink a képernyőn láthatók, hívjanak minket, ha észrevételük van műsorainkkal kapcsolatban. Ne feledjék, a friss hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. A hírek hátterével, a pont ma új kiadásával, pedig pénteken este 6 órakor várom Önöket. Addig is minden jót, na viszontlátásra!